Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Mielőtt kivetném a kártyát, lenne egy kérdés hozzátok. Mégpedig, van egy ötletem. Én naponta megszoktam nézni a napi horoszkópot, az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. Az, hogy én naponta erről beszámoljak, szerintem ez fölösleges. Viszont, ha van valami a horoszkópban, amikor én úgy érzem, ez egy fontos üzenet számotokra, hiszen befolyásolja az eseményeket, vagy oda kell figyelni valamire. Ez lehet előnyös, ezek lehetnek lehetőségek, ez hozhat szerencsét is, de biztosan lesznek majd olyan napok, amikor inkább olyan előnytelen, és ha én felfedezek valamit a horoszkópban, és úgy érzem, hogy ez fontos lehet számotokra, akkor készítek erről egy videót, szép képekkel. Ha érdekel benneteket ez a felvétel, akkor én ezt szívesen csinálom a jövőben. Egyet már elkészítettem november 14-ére, és az megjelenik november 13-án, úgyhogy megnézhetitek a felvételt, hogy mi történik november 14-én, ott is vannak fontos kapcsolatok, ami a napot, a holdat és a bolygókat illeti, és erre felhívom a figyelmeteket, hogy hogy tudnátok ezt előnyösen használni így a hétköznapokban. Kíváncsi vagyok, hogy mi a vélemény arra is, hogy szeretnétek-e azt, hogy ezekről a fontos témákról beszámoljak így a YouTube csatornán. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez az óra, és ez mozog. Itt eljön most annak az ideje, hogy ő tanuljon valamit, vagy hogy legyen zárkózott. Tehát itt lesz egy időpont, ami fontos számára, fontos számodra, vagy fontos számotokra, amikor itt erről a könyvről van szó, ez lehet a tudás, vagy a tanulás is, vagy inkább a visszahúzódás, a zárkózottság, hiszen nem kell mindig mindenkinek beszámolni arról, hogy mit terveztek. A második kérdés, hogyan érzi magát? Nála megvan az életerő, az életöröm, a kisugárzás, és ez a kutya jelenti a hűséget. Ő megbízik benned, ő is hűséges hozzád. A kutya jelenteti a baráti kört is, és ő úgy érzi, hogy valamit el kellene titkolnia a barátok elől, vagy úgy érzi, hogy van valaki a baráti körben, egy barát vagy egy jó ismerős, aki eltitkol előle valamit. De a nap jelenti azt, hogy ő átlát ezeken a dolgokon. És mit fog tenni irányodba? Az utak jelenthetnek egy találkozást, amikor a sors utatok összeér, és az utak jelentik a döntéseket is, hogy ő elgondolkozik azon, hogyan tovább. Ennek eljött az ideje, a nap megvilágítja az utakat, és beszámol ő erről neked, sőt azt is elmondja, hogy bizonyos kapcsolatokat ő le fog zárni, hiszen a koporsó lezárja a múltat, lezárhatja a nehézségeket,
lezárhat bizonyos kapcsolatokat is. Én úgy érzem, hogy ő naív volt, ő nem látott át ezen, de most eljött ennek az ideje, hogy most tudja azt, hogy valaki titkolózik az ő baráti körében. Szerintem te ezt rég tudod, te ezen már régen átláttál. Lehet, hogy mondtad is neki, légy óvatos, ne bízd meg mindenkiben. Ő nem hitt el, de most magától rájött erre. És mi köt össze benneteket? Az életerő. Hiszen te adsz számára erőt, ő is segít neked, közösen kiépítetek valamit, a nap megvilágítja az élet utatokat, és fontos döntéseket hoztok. Ez lehet egy közös életút a jövőt illetően, itt megvan hozzá ez az erő, ez jelenti a belső erőt is, a hitet ebben. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!